Szép jó estét kívánok! Három gondolatsor következik, idézek. Nagyszerű tanár, talán ez a három tulajdonság jellemzi leginkább, intelligens, segítőkész és alázatos. Noha a vállalatgazdaságtanért nem rajongtam, a pontozásnál nagyon korrekt volt, tényleg a maximumot kihozta, emellett rendkívül segítőkész, felkészült, tájékozott és szimpatikus is. Illetve érdekesnek tartom, mint embert, nagyon sok hasznos infót meg lehetett tudni tőle, amire az embernek a valós életben szüksége lehet. Az osztályozása pedig nagyon korrekt és jószívű. Nos, tehát kedves nézőink, a mai vendégem egy intelligens, segítőkész, alázatos, tájékozott, felkészült, szimpatikus, korrekt és jószívű egyetemi docens lesz a Corvinus Egyetemről, András Krisztina. Köszönöm szépen, Lajos. Tisztelettel köszöntöm. Nos, Krisztina, nagyon-nagyon fontos a Corvinus Egyetem jelenléte Székesfehérváron. Többek között ennek a kapcsolatnak is köszönhető, hogy most tudunk itt beszélgetni, és leginkább annak, hogy az elmúlt időszakban elindult a Sport és Gazdaság kerekasztal beszélgetés sorozat, és ott figyeltem fel arra, hogy milyen nagyszerű programot sikerült megszervezni, ami nem csak az egyetemistákat érdekelheti, hanem a köznapi embert, aki a sport és a gazdaság iránt is érdeklődik. Ahhoz azonban, hogy egyébként itt kigyűjtöttem, de azt hiszem, hogy hat oldalnyi különböző tanulmány nevét és mindazt, amit megtett mindez idáig a választott hivatásában, nem fogom felolvasni értelemszerűen. De kezdjük talán azzal, hogy miként került kapcsolatba egyáltalán a közgazdaságtannal, hiszen ez nagyon fontos. Az én pályámat az jellemzi, hogy kevéssé tudatos, tehát amit a mostani fiatalokra érzünk, hogy nagyon tudatosan készülnek, osztják be az idejüket, azért nálam ez kevéssé volt tudatos. Nevelődtem, Budapesten születtem, ott is nevelődtem, ezt a szüleim mindig fontosnak találták, hogy az iskola és a tanulás mellett sportoljak, így a sport evidensen ott volt az életemben, és aztán két tantárgy bontakozott ki, amelyben úgy talán erősnek mondható volt, és azt is tudtam, akkor engem vonzott az a világ, hogy egy egyetemre menni, és ha lehet, akkor van olyan szakmát választani, ami egyébként utazással jár. No, ez végül egyáltalán nem így valósult meg, viszont kijelölődött a közgáz, és akkor a közgázra felvételizve kezdtem el ott a tanulmányaimat, az még egy másik oktatási rendszerben megalapozott tudásokkal, és külgazdaság felé mentem, és akkor a legnagyobb presztízs jelentő szakunk a pénzügy volt, oda is felvételt nyertem, de a külgazdán végül is nekem hallgatóként, ugye nagyon bátran mondunk véleményt, így nem tetszett, és az egyetemen volt egy sportmenedzser másodszakirány, és azt mondtam, hogy hát akkor, ha már váltok, akkor olyan dolgokkal szeretnék foglalkozni, ami éreztem, hogy átlagosnál jobban érdekel. Az életünkben azon túl, hogy sportoltunk a testvéreimmel, azon túl nagyon jellemző visszatérő program volt, hogy hétvégenként mi mérkőzésekre jártunk. Ez nagyon színes volt, de hogyha a legbiztosabbat kellett kiválasztani, a labdarúgás, tehát mi bérletesek voltunk a teljes család. Most is szoktak a kutatótársaim ezen nevetni, hogyha adódik egy egyedi felkérés, és az ország városaiba megyünk ilyen célból, akkor mindig magabiztosan elvezetem őket a stadionhoz, mert hogy az bennem maradt, hogy amikor mentünk melyik stadionhoz, bocsánat? Hát ugye nekem a hazai mérkőzés az Budapesten a régi Ferencváros stadiont jelentette, tehát mi fradi bérletesek voltunk, de ugye kísértük a csapatot evidensen a vendég mérkőzésekre, tehát amikor elhagytuk a fővárost, és a család eleve úgy csinált, hogy akkor ez nekünk egy családi program volt, sokkal előbb elmentünk, és akkor azt a várost mi megnéztük kulturális minden értelme, és utána végül elmentünk egy meccsre. Emiatt hajlamos vagyok a városokat, elsőrendben a stadionok, tehát a legkülönbözőbb stadionokban. Az egyik emlékem az egy 64 közé jutásért Magyar Kupa mérkőzés, ahol Salgótarjánba mentünk az SBTC ellen. Egy gyönyörű stadion, tehát nem tudom, valaki valaha járt, de Salgótarjánnak egy ilyen csodálatosan szép helyén van. Úgyhogy talán az volt a legextrémebb, tehát én akkor mániákusan érdekelt ez a dolog. És ugye az egyetemen, ahogy tanultam a gazdasági jellegű tárgyakat, elkezdte az agyam állandóan összekapcsolni, hogy na igen, de akkor hogy van a sportban? És a szakirányon, a sportmenedzser másod szakirányon ez így tovább fokozódott, így nekem az első diplomadolgozatom is az akkori sportfinanszírozásról íródott. Ez az az időszak, mikor a Ferencváros bejutott a Bajnokok Ligájába, és ugye egy egészen más, egyrészt az európai futballban is egy különleges időszak kezdődött ugye 92-ben, másrészt Magyarország, ugye a Fradi az később volt, de Magyarországon is egy izgalmas dolog kezdődött azzal, hogy egyébként egy törvényi előírás,
a labdarúgó csapatoknak azonnal, tehát egy nyári időszakban, egy hónap alatt arra kényszerítette őket, hogy amennyiben a következő évi első osztályú bajnokságban indulni kívánják a csapatot, akkor ugye egy gazdasági társaság kell, hogy működtesse. Tehát relevánssá váltak azok a kérdések, amit mi egyébként az egyetemen tanultunk. Tehát így a diploma dolgozat témája ez volt. Az is munkált bennem, hogy én szeretnék az egyetemen maradni, de nem feltétlenül, soha nem készültem egyébként tanári pályára, de nagyon köszönöm ezeket a szavakat, mert a legfontosabb értékelőnk az nekünk a hallgató. Mi? És ugye ez egy informális hallgatói platform, ami, ahonnan a Lajos felolvasta ezeket a mondatokat, tehát ilyen értelemben teljes a hallgatónak a szabadsága, és osztja meg rólunk a véleményüket. Krisztina, mielőtt folytatnánk, ugye tehát zöld-fehér szívvel született, nézd meg a stadiont, ezt is tudjuk, és utána dönts. Viszont egy rendkívül fontos időszakról beszélünk, hiszen a rendszerváltási időszaka meghozta a sportgazdaságban is a változást egyértelműen. Tehát tulajdonosa lett a kluboknak, ha most a futballról beszélünk egyértelműen. Az a rendszer, ahol előtte ugye a honvédség, a rendőrség, a bányász egyesületek léte, a városok klubja, egy-egy gyár klubja, ahol bújtatott állásban dolgoztak a labdarúgók, de mindenki egyéb iránt, tehát nem voltak profik, ha úgy tetszik. A profi szó, a szitok szó volt Magyarországon, ha tetszik nekünk, ha nem. Tehát ezt nagyon is jól tudjuk, átéltük én például labdarúgóként személyesen is. És hirtelen jött a váltás, ahogy nagyon is jól tudjuk, hogy Székesfehérvár pedig jószerűen tönkrement, az ipari gazdaság, munkanélküliség, gyárak szűntek meg, a úgynevezett rabló privatizáció során és okán nagyon sok család helyzete romlott meg, került végveszélybe. Hogy indult ez az átmenet, ez a konszolidáció a rendszerváltás után, hiszen ezt az időszakot éljük? Igen, ugye azt gondolom, hogy a sport arra kiváló példa, hogy leképez minden társadalmi és gazdasági rendszerben vett változást. Tehát gyakorlatilag ugye valóban ez történt, ez egy gazdasági, ugye társadalmi, gazdasági, politikai változás, a sorrend az talán nem is helyes így. És azt gondoltuk, hogy akkor a koordinációs mechanizmusok közül, ugye amit mi jobban ismertük, az a tisztán állami, tehát mondjuk totális rendszerből, bejön a piacgazdaság, és egyébként a modern világban ennek a kettőnek valamiféle elegye az, ami szabályoz, sőt a 20. században kimondtuk, hogy ezek közül a dominánsnak a piaci koordinációs mechanizmus tűnik. Na ugye ez az időszak hirtelen köszöntött egy, hát ugye a mi térségünkre, nem csak a mi országunkra, és ugye ez a sportot is érintette. Ez érdekes, mert nagyon sok olyan dolog volt a múltban, amit most azért szedünk elő, mert nem véletlenül volt így a múltban. Tehát, hogyha egy létesítmény fejlesztés vagy egy létesítmény fenntartásra gondolunk, akkor azért a világot megnézve az nem egyedi dolog, hogy ezek állami jellegű tulajdonban lennének. Van arra is példa, hogy tisztán üzlet és akkor hitelből finanszírozott és megtérülés, de azért ez a ritkább példa. Tehát, hogy azért az államnak van egy csomó olyan szerepe, ami akkor evidens volt, mert hogy nem volt más szabályozó, de most is megvan, és látjuk, hogy igazán jó, ha azt a szerepet betölti. Ugye az említett sportállások, ugye ez a sportközigazgatás mesterszak melletti duális hallgatói viszony, ez gyakorlatilag most egy kettő sportolói karrierben tulajdonképpen mit jelent, hogy van egy sportolói állás, ahol azért gyakorlatban ugye a sporttevékenységgel kapcsolatosan is tapasztal a hallgató, és mi meg a kampuszon képezzük őt három napig. Tehát, hogy azért nagyon sok olyan elem van most is jelen, ami a korábbi rendszerben jelen volt, akkor nagyon nem is volt más választás, de látjuk jól, hogy nem feltétlenül tisztán rábízva a piac lesz az a mechanizmus, amelyik ezt hatékonyan betöltheti. Ugyanakkor a gazdaság határozta meg, a gazdasági erőviszonyok határozták meg az eredményességet is a részben legalábbis. Tehát, ha csak belegondolok egy példa, aztán meg kellően eklatáns. Jász Berényt kutya nem tudta, hogy hol van Magyarországon, és a Lehel hűtőgépgyár épített egy jégcsarnokot, és idehoztak 5 KHL-es, tehát az orosz első osztályból 5 remek játékost, szerződtettek egy nagyszerű edzőt, azt azért tegyük hozzá, és hát alig-alig kaptak gólt. Miközben a Fradi, az Újpest és Fehérvár, ha úgy tetszik, a hokivárosok pedig szenvedtek.
Na, oda is jártunk, tehát ez a másik sportág, ahol nagyon sokat, de én gyermekként a jégkorongot kettő dolog miatt nem szerettem. Egyrészt túl hosszú volt nekem, meg ugye azokon a pályákon hideg volt. A másik, hogy mondjuk a magyar jégkorongot még tudtam követni, de ugyanezt már televízióban az nekem már túl gyors, tehát a labdarúgás az kedvesebb, és ugye Jászberényben is voltunk, és talán emlékszünk arra a létesítmény helyzetre, ugye a plexi mögött áll a szurkoló, és ahogy egyébként a szurkoló lejjebb van, mint maga a jégnek a szintje, és ettől függetlenül ezek hihetetlen derbik voltak. Hogyha most a jégkorongra, kimondottan a jégkorong sportról beszélünk, ott egy nagyon izgalmas modell volt, mert amikor a szövetség elnöke dr. Sárközi Tamás professzor lett, akkor ő ugye akkori időszakban komoly pénzügyi szolgáltatókat hozott be úgy szponzorként, hogy azt mondta, hogy engedjük el a felnőtt válogatottnak a kezét, és inkább fektessük be, adjuk oda ezt a pénzt az utánpótlás nevelésbe, ugye kiválasztva kettő fontos képzőhelyet, köztük Fehérvárat, ugye nagyon-nagyon komolyan elkezdődött egy olyan utánpótlás nevelő munka, egyébként határon túli magyarok bevonásával, amelynek láttuk jól, hogy a divízió egybejutás és stb. Mai napig azt gondolom, hogy látszanak azok a kezdeti, de hát természetesen már teljesen máshol tart mostanra, sok-sok minden által változott a jégkorongnak, de ez egy nagyon fontos döntés volt, hogy az utánpótlás nevelés, és hozzá megint, ha a létesítményre gondoljuk, ugye egyfajta nagyon szép szinergiában dolgozott a Lehel, meg itt is ugye a jéggel kapcsolatos tevékenység, és akkor ott legyen jégpálya, tehát kvázi a létesítmény működtetés, amennyire optimalizálni lehetett, az egy ilyen optimálisan véggondol, de hát ezek ilyen nagyon egyszerű csarnokok, tehát annak a fajta nézői kiszolgálásnak, amelyet most elvárnak tőlünk a helyszínre kilátogatók, vagy akár elvár a média, amikor kimegy egy ilyen helyszínre, igen, és közvetíteni szeretne, természetesen ezek a létesítmények már megfelelni nem tudnak. Tehát ugye nem véletlen, hogy itt is elindult ez a jégpálya program. Biztos, hogy köszönhető a téli sportágban elért sikereknek, itt most a gyorskorcsolya váltóra gondolok, illetve a TAO programnak van egy ilyen hatása, hogy a sportolói létszámok, ugye a jégkorong is benne van, de sportolói létszámok és a sportolói érdeklődés magas. Hát itt Fehérváron meg különösen, igen, most ugye az értemről jövök, mellettem egy osztályfőnök, és arról kezdtünk beszélni, az ő gyermekkel Fehérváron jégkorongozik, és hogy hogyan lehet összehozni az iskolát, igen, és a sportot. Igen, hát akadémia hegyek vannak, most így már van, minden komoly sportvárosban, és Székesfehérvár sportváros. Még el kell, hogy jussunk a labdarúgásig, már mint a világbajnokságok, a világversenyek szintjéig, a BL-ig és így tovább, és az olimpiáig természetesen. Ugyanakkor még hadd kérdezzem meg, a tulajdonosváltások mennyire határozták meg egy-egy sportág helyzetét? Hiszen nagyon is jól tudjuk, hogy az atlétika most a gyermek jelen pillanatban is néhány műhely kivételével az a széles tömegbázis, ami mindez idáig szállította nekünk az európai világszintű sportolókat, nagyon kevés helyen maradhatott meg, pénzhián tegyük hozzá. Ugyanez így van. A vívás szárnyal, de hát nem világsport, tetszik, nem tetszik. Azok a sportágak, a kosárlabda néhány helyen van akadémia, másutt nincs nálunk, ugye Dávid Kornél nevével fémjezett az egyértelmű. A kézilabda működik, tehát azért a labdasportágban jók vagyunk, de jó néhány elhalványult, ami pedig azt hiszem, hogy baj. Tehát ez befolyásolta a tulajdonosváltás? Ugye kettő dolgot kell összehoznunk, a kérdés egyrészt vonatkozik egy lokális, tehát vagy legalábbis egy magyar vonatkozás, meg az, hogy egy sportág mennyire globális, az meg ugye a világon mennyien szeretik és követik. Ebben ugye első helyen a labdarúgás áll, második helyen ugye olyan sportág, ami minket nem feltétlenül indít be a kriket, de aztán ott lesznek olyan sportágok valóban, ugye a kosárlabda, ami szintén globálisnak tekinthető, hogyha nagy érdeklődés, technikai sportágok vannak még köztünk, és bizony azért egy kézilabdát mi nagyon szerethetünk, de érdekes, mert más a férfi kézilabda és más a női kézilabda globalitás. Az utóbbi olyan értelemben, hogy honnan, mely országok sikeresek és hoznak eredményeket, ilyen értelemben globálisabb, de a kézilabda mindig kétségbe esetten néz az Amerikai Egyesült Államokra, hogy vajon szeretett sportággá tudna válni. Tehát egyrészt egy sportágnak, hogy összességében mekkora lehet a torta mérét, az nagyban befolyásolja, hogy maga a sportág világszinten milyen globalitással bír. Ha meg hazajövünk, akkor ugye nálunk egy
csapatsportágak, illetve az olimpiai sportágak azok kiemelt szerepet kaphatnak, különösen természetesen a magyar sikerekkel azonosítható olimpiai sportágak, de ezeket, hogyha megnézzük, akkor ezeknek egy nagy része a globalitási versenyben bizony nem állná meg a helyét. És akkor visszanézve, ugye, amikről szó esett, tehát a labdarúgás, és ugye 98-ban, ahogy kezdtem a gondolatot, megtörtént egy törvényi előírás alapján egy hónap alatt, kvázi kényszervállalkozások átalakultak a jellemzően a Társadalmi Sportegyesület, létrehozta a maga jellemzően Kft-t, hiszen akkor az volt a legegyszerűbb átalakulás. Egy-kettő részvénytársaság alakult, mert az már akkor is szigorúbb volt. De ugye egy ilyen átalakulás nem hoz rögtön valós tulajdonosi, stratégiai és más szemléletű gondolkodást, hanem egy jogtechnikai történet alakult ki. Ez a futballal megtörtént, és látszik, hogy attól, hogy a társasági forma az üzleti jellegű, attól még a gondolkodás nem lesz feltétlenül az. Mondom az ellenpéldát, hogy a Bundesliga-ban ugyanúgy 1998 óta, tehát teljesen együtt a magyar labdarúgással vált lehetővé, hogy gazdasági társaság és tőzsdére menő gazdasági társaságok alakuljanak. Egyébként egy-két Bundesliga csapat élt vele, de mégis ott a társadalmi egyesületnél soha elő nem fordult volna az a példa, ami ugye a magyar egyesületeket jellemezte, hogy tovább nyújtózik, mint a takarója ér. Ugye mai napig a Bundesliga csapatok az egyébként nemzetközi labdarúgásra, európai labdarúgásra előírt Financial Fair Play-nek inkább meg tudnak felelni a gazdálkodásuk szorosságába. Tehát ez is egy érdekes dolog, ez a valós tulajdonos, meg tulajdonos lesz, és ez meghozza ezt a fajta gondolkodást. Ezt látjuk, hogy tisztán a szervezeti forma nem. Arra is van példánk, hogy a szervezeti forma nem üzleti, és mégis megvan a tulajdonosi gondolkodás, de ugye ma, ha a világ labdarúgására ránézünk, abból mondjuk az európai 32 klub, amit legutóbb az egyik nagy nemzetközi tanácsadó cég vizsgált, akkor még az üzleti érték meg közösségi média alapján kettő spanyol csapat vezet, ugye a Real Madrid meg a Barcelona, amelyiknek a társasági, nem társasági forma, tehát egy nagyon spéci szociotagsági rendszer, ami inkább hasonlít egyébként a non-profit jellegű közbe, kőkeményen üzletileg működnek, és ugye hatalmas vált értéket építenek. Igen, de ugyanakkor ott van a közvetlen a dobogón, két Manchesteri klub, a Liverpool értelemszerűen, tehát a Premier League-ből nagyon sokan, egy csomó a szériából, tehát nyilván Juventus és Inter Milán a többiek, és hát a spanyolok közül az Atletico Madrid még egy kicsit. Viszont a Bayern München is ott van, holott teljesen más a rendszer, ahogy említette, a Dortmund nem különben, vagy a Gelsenkircheni csapatok. Izgalmas mindig megnézni a tulajdonosi hátteret. Tehát az, hogy tulajdonos, ugye egyrészt a labdarúgásban is már sokkal-sokkal előbb megjelent a külföldi tulajdon, tehát hogy nagyon sokáig tartotta magát az olasz labdarúgásban ez a családi jellegű tulajdon, de látjuk, hogy ott is folyamatosan adják át a klubokat, és kerülnek akár teljesen más nemzeti tulajdonba, úgyhogy amelyik, aki, tehát az a bejövő tulajdonos, az nem is feltétlenül a sport szintjén várja a nyereséget az ondivízióba, hanem a saját befektetésének a szintjén, neki ez nyereséges, nagyon, nagyon jellemző a külföldi tulajdonlás, nagyon különböző stratégiát követnek. Most ugye a City, Manchester City-nek az a digitális stratégia, a közösségi média stratégia, ugye ott vannak már a virtuális valóság alkalmazásaik, a 360 fokos kamera közvetítések, tehát olyan elképesztő gazdasági üzleti gépezet dolgozik, és talán nem is az az érdekes, hogy melyik bajnokságban vannak, hanem hogy azon a bajnokok ligája végső sorozatban mely csapatok kerülhetnek, mert hogy az ott a legfelsőbb kirakat a klubcsapatok számára, de utána összefüggés van, hogy igen, ez a stratégia meg oda is biztosítja őket, mint egy kényszerként ott is kell, hogy legyenek. Az üzleti stratégiáról kell, hogy beszéljünk, hiszen egy eredményt, egy mérkőzést, legyen az bárhol, azt tesz teljessé, ha látjuk mi nézők egyik oldalról, tehát nyilván a kommunikáció fejlődésével ma már látható jószerűvel minden rangos esemény. A másik oldalról, tehát egyik oldalról kell, hogy legyen szurkoló a stadionban, megfelelő infrastruktúrával. De ugyanez vonatkozik a közösségi médiára is. Ez a fejlődés mennyire érhető tetten különböző sportágakban? Mennyi pénzt hoz ez a kluboknak, illetve a sportágaknak?
Én ma pont egy tudástős előadást tartottam, az értékek a sportban választottam, és azért, ha visszagondolok, akkor a legtöbb példám a labdarúgásból tudott jönni és jöhetett, ami nem véletlen. De egyébként, ha sportoló és influencer és közösségi média, akkor ugye Magyarországról most nagyon sokat tudunk beszélni Hosszú Katinka által az úszósportról, amely úszósport globális, nem globális, ugye egyrészt egyéni sporták sokkal nehezebb ugyanazt a tömeget, üzleti volument megmozdítani. Ugye kell egy ilyen kiemelkedő teljesítmény, mint ami a Katinkánál a sportbeli teljesítmény megvan, de ott is elmondja, amikor most már negyedszerre ő került a magyar sportolói értéklista elejére, hogy bizony ezt ő megtanulta Amerikában, hogy nem elég a tehetség és nem elég a munka, hanem hit is erősen kell, és egy marketing gépezet, amely felépíti mindazt, amelyet ugye ő Hosszú Katinka, és ezzel a magyar úszósporta is egy kicsit másként tudunk tekinteni. Tehát Iron Lady. Az igen, Iron Lady márka. Ugyanakkor ez nagyon jó nekünk egyik oldalról, hiszen Amerikában is népszerű az úszás. Azért érdemes az amerikai rendszert is összehasonlítani az európaival, tehát az úszás azért megáll Amerikában is. A Phelps nevét gondolom mindenki ismer, és nem sorolom a sztárokat. Viszont mi van a többi sportágakkal? Lehet-e olyan világ, most az illúziókról beszéljünk egy kicsit, ami például az NHL-t, az NBA-t, az amerikai futballligát, vagy akár a baseballt. A baseballt soha, tehát nincs esélye, mint ahogy én azt gondolom, hogy az amerikai futballnak sem. Viszont a kosár ezt a végletekig fejlesztették. Én azt hiszem, hogy ez a franchise rendszer, ez példa. Ugyanakkor Európában megvalósíthatatlan. Hát kettő dolog mindenképp ide tartozik, tehát valóban az észak-amerikai ligák közül én ma is említettem a Super Bowl, tehát amikor a világ legértékesebb sporteseményéről van szó, akkor mai napig egy nemzeti bajnokság, jó nem pici nemzet, de egy nemzeti bajnokságnak a végső döntője az a világ legértékesebb eseménye, felépítve olyan reklámpercekkel, 15-30 másodperces reklámpercekkel és azért járó díjjal, hogy az egész rendszer működik. A másik ugyanakkor az észak-amerikai modell nagyon eltér, hogyha általánosítok, akkor az európaitól, meg általában a világ többi pontjától, pontosan ez a kimondott nagy amerikai ligák és annak franchise rendszere. Ugye a legfőbb eltérés talán az, hogy ők nem csak ők sportszakmailag versenytársak, de gazdasági értelemben viszont partnerek. Tehát úgy van felépítve egyrészt maga a liga belül, hogy a verseny kiegyenlítettséget biztosítja a draft rendszer, biztosítja a fizetési sapka rendszere. Másrészt a ligák egymásra is figyelnek. Ugye amikor kiadásra kerül egy franchise, akkor megnézik, hogy azon a területen megvan-e az a minimum reklámpiac, amelyik aztán valamelyest ezt megtartja. Ehhez képest Európában, mind sportszakmai, mind üzleti értelemben ezek a klubok kőkeményen versenytársak, és ezzel gyakorlatilag a verseny kiegyenlítettséget is látjuk. Az UEFA próbálkozhat a Financial Fair Play-jel, de gyakorlatilag magának az UEFA-nak is érdekez a kiemelkedő és a bajnokok ligája végső köreibe jutó csapatnak a köre, mert egészen más összegeket tud behozni általa. Tehát másrészt itt meg kialakul ez a verseny kiegyenlített csalánség, amit az amerikai ligák nagyon erősen védenek. És még egy harmadik, ami közben eszembe jutott, hogy egészen más a sportnak, meg az oktatási rendszernek a kapcsolata. Tehát hogy az Egyesült Államokban, az iskolai rendszerben, és egy-egy, hogyha a legvégét nézzük, akkor az egyetemekhez megvannak azok a nemzeti sportágakkal evidensen, és mint egy büszkeség az, hogy az egyetemista abban az egyetemi csapatban játszhat. Büszkeség és evidensen kint van az egyetemisták közössége és szurkol, és ebből szépen átmennek aztán ugye a hivatásos legfelső ligákba. Ha megnézzük, akkor azért nálunk mind a, most nem csak Magyarországról beszélek, hanem Európában, az oktatás rendszere meg a sport az nem kapcsolódik ilyen szépen össze. Sajnos. De lesz ilyen világ, és hogy még annyi időnk van mindenképpen, hogy most ugye mosolygós szemmel és frissen tudunk beszélgetni, mert még két hetünk van, és utána erre már nincs mód, hiszen kezdődik a labdarúgó VB, és azt hiszem, hogy minden labdarúgó rajongó, ha szurkoló, ha más szemmel nézi, de ott fog ülni a képernyők előtt, és nézi utána az összefoglalókat. No, tehát egyszerűen ott van nekünk a játék, az alapjáték mindenképpen, és ott van az üzlet.
Hát mert nincs is annyi időnk, jövő csütörtökön belevágunk, hát ez... június 14-én, és ugye egy hónapon keresztül fog minket erre az eseményhez kötni, hogy elindul az oroszországi labdarúgó világbajnokság. De nagyon sok izgalmas üzleti változás van, most hirtelen kettőt szeretnék említeni. A tegnapi napon kijött a cyber kockázatokról egy nagyon fontos tanulmány, mert hogy ugye mára egy ilyen esemény, mind az infrastruktúrát is érintettük, hogy az infrastruktúrának mennyi mindennek meg kell felelnie, mind a helyszíni nézők kiszolgálása, amely helyszíni nézőkben ugye minden sportág és minden esemény küzd a fiatalokért, akinek a fiataloknak az okostelefon használat és egyáltalán az interneten keresztüli információk elérése, közösségi média élmény megosztás, ugye ehhez ugye megfelelő infrastruktúrát kell biztosítani, de ez egyfajta kockázata is egy-egy ilyen eseménynek, ugye erről értekeztek, hogy ezekre figyelni kell. A másik meg a labda, ugye azért érdemes a labdával foglalkozni, mert ugye a VB kezdete óta az Adidas hozza, vagy fejleszti ki mindig az adott világbajnokságnak a hivatalos labdáját, és most izgalmasan visszatértek az első labdára, ugye ez a Telstar, de lám Telstar, tehát a televízió szempontjából Star labda, ami az akkori televíziózásnak, ami ugye fekete-fehér adásnak próbálta kitalálni azt a labdát, amely a legjobban követhető helyszínen is, meg tévén keresztül is, és most visszatértek erre a fekete-fehér motivumra, de megint digitalizálva a fekete pont az fiatalit frissítve van, és a labda belsejében vannak az igazi izgalmak, mert hogy olyan érzékelőket raktak bele, hogy az ember valós időben követheti, hogy a labda átmente a gólvonalon, hol van a labda, hányszor volt ezen a térfélen, mert hogy látjuk, hogy bizonyos generációkat meg ezek mozdítanak meg, sőt ott tart már a futball, hogy van olyan nemzeti bajnok, ahol a mérkőzés ideje alatt a wifi kapcsolatot direkt rontják, mert hogy arra lettek figyelmesek, hogy az emberek nem nézik a meccset, és szurkolnak, és velük élnek, hanem a telefonjukkal mindenféle elemzéseket néznek, tehát hogy ezen próbálnak sakkozni, hogy azért kapjuk vissza azt a hangulatot, hogy egyaránt legyünk benne a közösségi média adta a világban. Ugye olyanok jöttek be, említettem már a virtuális valóságot, meg a kiterjesztett valóságot, nem beszéltünk, de ide tartozik az e-sport, ugye ennek nagyon-nagyon sok olyan vetülete van, ami a labdarúgáshoz kapcsolódik, és annak az interneten keresztüli videójátékával. Tehát egy hihetetlen átalakulás, minden egyes újabb VB, az valamilyen még-még újdonságot kínál nekünk, technológiai újdonságot, média újdonságot, helyszínen és tévén keresztül, és így az alap valóban itt van nekünk a játék azon túl, hogy ezek a futballisták mostanra olyan ismert sztárok, meg lehet nézni a közösségi média követésüket, bajnokságokat lehet nézni, hogy hogyan alakult át. Ugye ez egy hatalmas lehetőség, mert így a világ különböző pontján várnak ők ismerté, influencerekké, követőkké, és ugye rengeteg az üzleti világ, a szponzor, a közvetítési jogok mind-mind még nagyobban tudnak ráépülni. No, tekintette, hogy sajnos lejárt az időnk, viszont vegyük ezt úgy, ezt a beszélgetést, én azt javasolnám, mint egy bevezetőt. Jó, köszönöm. És folytatjuk, de azt azért hadd kérdezzem meg, hogy kinek szurkol, Krisztina? Én szívemben a spanyol válogatott van, én a spanyol labdarúgást szerettem, bár abban érdekes, mert nem spanyol csapatokat, de ugye itt a nemzet szintjén a spanyol válogatott az, aki a legközelebb áll hozzám. Jó, akkor legyen egy német-spanyol döntő. Jó, úgy legyen, köszönöm szépen, hogy megtisztelt. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetéseket látták, vendégem András Krisztina volt, a Corvinus Egyetem egyetemi docens, sportmenedzser, sportközgazdász, sportgazdasággal foglalkozó remek szakember, és ezt a beszélgetést ígérhetem önöknek, folytatjuk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!